Kedves nézőim, most az Ajka Városi Bányász Fúvós Zenekar újabb könnyűzenei kalandjáról számolom be önöknek. Hangfelvétel zajlott az elmúlt csütörtökön az Ajka Városi Bányász Fúvós Zenekar próbatermében. Egy rockdalt kellett megörökíteniük saját stílusukban. A történet ott kezdődött, hogy az Oral Zenekar néhány éve felfedezte az Ajkától alig több, mint 40 kilométerre fekvő Megyer települést és a benne rejlő lehetőségeket. A szinte elnéptelenedett, de nem leépült falu tökéletes helyszínnek bizonyult egy barátságos hangulatú rockfesztiválhoz. Az Oral Sör Olimpia azóta Megyer Camp fesztivállá alakult, ennek a himnuszát játszották fel fúvósaink. Az eredeti dal a Junkies-ból és számos egyéb formációból, projektből ismert Szekeres András Holnap után című lemezén jelent meg tavaly. A Rock and Roll és Tehén egy megyeri fesztivál által ihletett szerzemény, tavaly is ez volt már a rendezvény dala. Pajer Kristóf megyer polgármestere, a fesztivál főszervezője találta ki, hogy kapjon új köntöst a himnusz. Ő kérte fel Szűcs Krisztián karnagyot, hogy készítse el a hangszerelést és vegye fel zenekarával a fúvós verziót. A felvételre ellátogatott a két szerző, Szekeres András és Somogyvári Dániel is, és természetesen Pajer Kristóf sem hagyta ki, hogy tanulja legyen a zenei különlegesség megszületésének. Szekeres András úgy gondolja, hogy az együttműködés mindenkinek jó, hiszen a zenekar egy különleges feladatot kapott, neki pedig nagy élmény és esemény, hogy ekkora fúvós zenekarral dolgozhat. Biztos benne, hogy a közös munka eredményét szeretni fogják az emberek. A Megyer Camp Fesztivál idén június 21-e és 27-e között várja a zeneszeretőket. A kínálatban minden van, a soft rocktól a hardcore-ig. Játszik többek között a Junkies, a Kowalski meg a Vega, Gangsta Zoli és a Kártel, a Road, az Aurora, az Action, Szekeres András és zenekara, és a Blind Myself is. Aki szereti a rockot és a jó bulikat, annak érdemes ellátogatni a Megyerre, ahol a rock and roll találkozik a Tehénnel.